Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Szexuális szüreti napok szeptember 19-e és 22-e között várják a látogatókat. Csendőri veszedelem, a lengyeli cigány áldozatokra emlékeztek. Szekszárdi ügyvédi kamara elnökségi ülése, Tuzson Bence és Havasi Dezső is elfogadták a meghívást. Béketúra, 41. alkalommal tartottak falunapot Felsőnálnál. Kulturális programok, koncertek, ételek és italok. Hamarosan elrajtol a minden évben sok látogatót vonzó szekszárdi szüreti napok. A rendezvényt idén szeptember 19-e és 22-e között tartják. A legfontosabb tudnivalókat a Babits Mihály Kulturális Központban tartott sajtótájékoztatón ismertették. 4 napon át számos programmal várják idén is a látogatókat Szekszárdra a szüreti napokra. A részletekről a rendezvényt szervező Babits Mihály Kulturális Központban tartottak sajtótájékoztatót. Közel 500 programot szerveztünk a 4 napra, és akkor ezentúl még ugye vannak azok a bevezető napok, amik ehhez a számhoz még nem adottak hozzá, a kertes megnyitók, a színházi előadások. Több helyszínen zajlik az esemény, vannak fizetős és nem fizetős programjaink. Sajnos mindent ingyen már nem tudunk adni, mert a gazdasági helyzet úgy alakult, illetve a Babits Mihály Kulturális Központ támogatása olyan szintű, hogy ezt már nem tudjuk megengedni magunknak. A piac téren fizetős rendezvényekkel várjuk az érdeklődőket, a Béla Király téren pedig minden rendezvényünk természetesen ingyenes. A szüreti felvonulást szeptember 21-én szombaton 15 órakor rendezik. A 4 nap folyamán számos együttes és zenekar is fellép. A tánccsoportok hagyományőrző zenei produkciók mellett olyan populáris előadók is Szekszárdra látogatnak majd, mint például Curtis, Pápa Jóci, Manuel vagy az Ergo. A legkisebbeknek pedig különböző gyermekprogramokkal is készülnek. Hosszú-hosszú évek után, ahogy az elhangzott a sajtótájékoztatón is, talán visszatér abba a régi medrébe a szexuális születi napok, ahogy a legtöbben ismertük, vagy a legtöbben megszokták. Visszatérnek az eredeti helyszínek, visszatér a felvonulás arra az útvonalra, ahogy hosszú-hosszú évtizedeken át zajlott, de ami ennél is talán fontosabb, hogy én azt gondolom, az igazi régi fényét az adja meg ennek a rendezvénynek, hogy az a sok tízezer látogató, illetve az a rengeteg helyben élő ember, aki ezt előre beírja már a naptárába, az mind-mind várva várja ezt az eseményt. A kilátogatókat természetesen finom ételek és italok is várják. Nagyon sok borászat ugye idén igencsak korai volt a szüret, úgyhogy már új borokkal érkeznek, nem csak rozé, mert ugye az már volt az elmúlt években is, hogy rozétételekből az aktuális évjáratból tudtak kóstolni a vendégek, hanem most már lesznek fehér borok is, amik ideiek, úgyhogy elég sok 20-24-es tétel ez. A teljes és részletes program a Babits Mihály Kulturális Központ és a szekszárdi szüreti napok honlapján érhető el. A szervezők a fesztivál ideje alatti lezárások miatt a helyiek türelmét kérik. Az 1944. november 30-án történt lengyeli csendőr veszedelemnek 14-en estek áldozatául a cigánytelepen. Most az ő emlékükre állítottak márványtáblát a Tolna vármegyei cigány nemzetiségi önkormányzat kezdeményezésére a helyi temetőben. Amikor tömegsírról beszélünk, olyankor a múltnak a folyója egy picit visszafolyik. És aztán múlik az idő, majd a folyó megfordul, és újra előre megy. Sárkazi Károly, az Országos Roma Önkormányzat Tolna vármegyei képviselője mondott beszédet az elesettek leszármazottjainak nevében. A mai napon egy nagyon régi vágyunk és elhatározásunk teljesült be. Az 1944. november 30-án lengyel, azaz a településen megtörtént csendőrsortűz áldozatainak, akinek személy szerint egyik leszármazottja vagyok, az emlékére állítottuk fel ezt az új emlékhelyet, illetve magát a síremléket. A tragédia napján többen életüket vesztették, voltak, akik menekülni kezdtek, viszont a csendőrök lőni kezdtek rájuk, és kézigránátokat is bevetettek. 80 évvel ezelőtt ezen a napon még nem gondolták azt, hogy jönnek majd ezek a bátor csendőrök, és meg fog történni az a dráma, ami megtörtént.
megtörtént az esemény, arra emlékezünk, és tudom, hiszem, hogy ezt az emléket a leszármazottak fogják őrizni, és nyilvánvalóan elfelejteni nem. A megbocsátás, mint emberi tulajdonság, az természetesen megtörtént. Az akkori igazságszolgáltatást, a felelősöket megtalálta, de a mi sebeink, a mi hegeink nem fognak meggyógyulni. Petrovics Károly, az Aparhanti Nemzetiségi Roma Önkormányzat elnöke elmondta, a rendszerváltás idején Bai József lengyeli helytörténész kopjafát állított, viszont az idő múlásával felújításra szorult. Találtam pár jó akaratú embert, tudtunk együtt gondolkodni, így a megyei Roma önkormányzat részéről testület, a kisvelkei, aparhanti, és volt egy pár magánember, ki a kétkezi munkájával, ki anyagilag, ki vállalkozó, ezt így tudtuk mára így megvalósítani, aminek én nagyon örülök. A kivitelezéshez anyagi támogatást nyújtott a Tolna vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a szervezetek és a helyiek pedig közös összefogással segítkeztek a megvalósításban. Többen itt a rokonságból, a kétkezi munkájukkal, akkor az aparhanti, a kisvelkei és a lengyeli nemzetiségi roma önkormányzatok kisebb összegekkel. Tehát anyagilag és így tudtuk megcsinálni, és természetesen társadalmi munkába. Elég sokan a rokonságból részt vettek, amit nagyon szépen köszönök mindenkinek. A márványtáblát Amrány István várai mesterember készítette el, amelyre a kegyetlenül kivégzett 14 áldozat neve került fel. A legfiatalabb mindössze csak 2 éves volt. Tragédia történt itt, Faddon, a Váci Mihály utcában hétfőn. Egy férfi esett le egy tetőről, életét a kiérkező mentők már nem tudták megmenteni. A rendőrök a helyszíni szemle során az idegenkezűséget kizárták, a haláleset körülményeit a szekszárdi rendőrkapitányságon közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálják. Szeptember 9-én, nem sokkal délután érkezett bejelentés, hogy Faddon, a Váci Mihály utcában egy férfi lezuhant a tetőről. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, azonban a hosszú küzdelem ellenére a férfi életét nem tudták megmenteni. A 64 éves férfi a saját házának a tetejét próbálta renoválni, azonban ismeretlen körülmények között lezuhant a tetőről, és a helyszínen életét vesztette. A vadbalesetekre hívja fel a figyelmet a Tolna vármegyei rendőrség. Ismertették, hogy az elmúlt hétvégén Tolnában 5 olyan baleset is történt, amikor vadon élő állatok ugrottak ki az úttesten közlekedő járművek elé. A hétvégén volt egy autós, aki azért szenvedett balesetet, mert egy a kocsi elé ugró vaddal való ütközést akarta elkerülni, ezért túlkormányozta járművét. Ekkor elvesztette uralmát az autó felett, és előbb egy fának csapódott, majd az út melletti szántóföldre sodródott. A szeptember 6-ai Tolna vármegyei jogásznapot megelőzően a szekszárdi ügyvédi kamara elnökségi ülését is megtartották Szekszárdon a vármegyeházán. Az ülés különleges volt, hiszen ezen részt vett Tuzson Bence, igazságügyi miniszter, és Havasi Dezső, a magyar ügyvédi kamara elnöke is. Szabó Tamás, a szekszárdi ügyvédi kamara elnöke ismertette, a legutóbbi elnökségi ülés rendkívüli volt, hiszen 1957 óta még soha nem vett részt ilyen eseményen igazságügyi miniszter és a magyar ügyvédi kamara elnöke sem. Egy rendkívüli, ünnepi elnökségi ülést tartott a szekszárdi ügyvédi kamara elnöksége az előbb, amelyen részt vett Tuzson Bence, igazságügyi miniszter úr, Havasi Dezső, a magyar ügyvédi kamara elnöke, illetőleg a szekszárdi ügyvédi kamarának az elnöksége. 1957 óta van önálló ügyvédi kamara Tolna megyében, a Tolna megyei ügyvédek 1957 óta váltak le a pécsi ügyvédi kamarától, ahol 1875 óta voltak tagok. Havasi Dezső, a magyar ügyvédi kamara elnöke azt mondta, konstruktív, jó hangulatú beszélgetést folytattak le az elnökségi ülésen. A helyi problémák mellett általános országos ügyvéd kérdéseket is fölvetettek, a kirendelésekkel kapcsolatos, illetve szakértői kérdésekkel foglalkoztunk, és ugye a miniszter úrra egy nagyon jó konzultáció volt. Tuzson Bence igazságügyi miniszter Szekszárdon többek között a Nemzeti Kártya programot ért Európai Uniós kritikákra is reagált.
Először is, ha a magyar kártyáról beszélünk, akkor pontosan tisztázunk el is, hogy miről van szó. Ugye arról van szó, hogy valakik egyszerűsített módon, de nem nemzetbiztonsági ellenőrzés nélkül vállalhatnak Magyarországon munkát. Tehát aki ide bejön, és függetlenül attól egyébként, hogy honnan jön, de hogyha valamilyen kockázatos helyről jön, akkor persze sokkal mélyebb ellenőrzés mentén, tehát nemzetbiztonsági ellenőrzés mentén jöhet be az országba. Most ami a problémát jelentette, hogy Oroszországból is, Fehéroroszországból is jönnek emberek. Most itt összesen Magyarországon körülbelül 3-4 ezer emberről van szó, ellentétben mondjuk Németországgal, ahol 300 ezer ember dolgozik. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy vihar a biliben. Nincs semmilyen látnivaló ebben a kérdésben. Magyarország a nemzetbiztonságot, és ezen keresztül pedig az Európai Unió biztonságát folyamatosan garantálja. A Szekszárdi Ügyvédi Kamara elnökségi ülését követően rendezték meg a Tolna vármegyei jogásznapot a Vármegyeházán. Útfelújítási munkálatokat végeznek Gárjánban az üdülőövezet felé vezető úton. Az önkormányzat kér mindenkit, hogy pár napig óvatosan közlekedjenek az említett szakaszon. Lehetőség szerint az út melletti szántóterületet használják, ahol korábban kialakított nyomsávok láthatóak. Továbbá, aki teheti, kerülje az útszakaszt. Egy életem Szinetárdóra életrajzi stand-up estje Lévai Balázs rendezésében. Szeptember 9-én a színésznő a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központba látogatott el, hogy kendőzetlenül meséljen az életéről kicsit másképpen stand-up formában. Az est folyamán a színésznő szemén és történetein keresztül pillanthattak be az érdeklődők az életébe. Én arról mesélek, hogy mondjuk nekem milyen élmény volt egy adott helyzet, amit az emberek láttak, hogy én ott vagyok, de hogy én mit éltem át közben. És hál' Istennek azt mondják, hogy ez nagyon érdekes sokszor, mert ugye látunk valakit, különösen aki ilyen úgynevezett közszereplő, és akkor úgy gondolunk arról valamit, hogy ő most ott áll, és boldog, vagy boldogtalan, tök mindegy, és akkor úgy elképzeljük, hogy mi lehet a fejében, és akkor én meg elmesélem, hogy Isten igazából mi volt a fejemben, és ez szórakoztató tud lenni. Kisorsolták a Bonyhád BFC strandlabda rúgó csapatának ellenfeleit a szeptember 17-e és 22-e között rendezett olaszországi klubvilágbajnokságra. A tornán a világ legjobb együttesei küzdenek meg egymással. A völgységiek a csoportjukba El Salvadori, német és kínai sztárcsapatokat kaptak. A Tolna vármegyei klubnak nem lesz könnyű dolga, hiszen, mint ismertették, anyagi nehézségekkel és sérülésekkel is küzdenek. 41. alkalommal rendezték meg a Béketúra elnevezésű falunapot Felső-Nánán. A szervezők idén is sokszínű, hagyományőrző programokkal készültek. A falunapot minden év szeptemberének első szombatján rendezik meg. Az esemény közkedvelt szórakozásnak számít nem csak az egész falu, hanem a környéken élőknek is. Tájékoztatott Bíró Szabolcs polgármester. A mai rendezvény 41. alkalommal tartjuk meg a Felső-Nánán szokásos béketúra elnevezésű rendezvényünket, ami egyben a falunap is, és remélhetőleg az idő is kedves hozzánk, és nincs az a nagyon meleg se, eső sem fog esni, és igazából próbáltunk egy olyan programot összehozni idén is, ami a megszokottakhoz képest ugyanúgy nagy tömeget fog vonzani, és minden érdeklődőnek az igényét ki fogja tudni elégíteni. A rendezvényen mindenki megtalálta a számára tetsző programot, volt légvár, körhinta, célövölde. A délelőtt az úgy szokott zajlani, hogy a főzés, sportesemények, vetélkedők, esetleg kisebb programok vannak, de ez a bemelegítés része, és akkor utána a délután szokott lenni a színpados fellépők, műsorok. A főzőversenyen idén a pörkölt volt főszerepben, több csapat is megmutatta tehetségét. Hát éppen most körmöt főzünk előre, és akkor utána még kap egy kis hús, meg egy kis püstölt sonkát. Őzet főzünk, sertészombbal, körömmel, füstölt tarjával. Felső-Nána jövője alapítvány szervezett első alkalommal hagyományőrző napot. Kiváló szórakozási lehetőséget biztosítottak a szervezők, lehetett ijászkodni, lovagolni, meg lehetett ismerkedni a kovács és ötvös mesterséggel, a nomád életmóddal is. A vármegye közepét jelző szobornál koszorúkat helyeztek ki, illetve helyi csoportok is felléptek. Regionális híreink következnek.
Megverte, földhöz vágta kisfiát a pécsi nő. Akár örökre börtönben maradhat az elkövető. Rekord. Tovább fokozta sikereit a Balatoni Hajózási ZRT. Veterán járművek. Balatonszabadiban találkoztak. Olyan súlyosan bántalmazta kisfiát egy nő tavaly októberben Pécset, hogy a gyerek belehalt a sérülésbe az ügyészség szerint. A vádhatóság az élettársát azzal vádolja, hogy mindezt nem akadályozta meg. A hétfői előkészítő ülésen egyikük sem ismerte be bűnösségét, így indulhat az ügy bírósági szakasza, ahol akár életfogytig tartó büntetést is kiszabhatnak. Az első kérdésem, hogy a vádiratot érti-e, hogy mi van abban leírva? Érti. Beismeri-e a bűnösségét a vád tárgyává tett bűncselekményben? Nem. Vallomást kíván-e tenni az ügyben? Ezt mondta az a nő, aki bántalmazta, a földhöz vágta a vád szerint 14 év alatti gyermekét tavaly októberben. A kisfiú apját is a vádlottak padjára ültette az ügyészség, mert szerintük nem tett semmit, hogy a kisfiú bántalmazását megakadályozza. Őt is kéz- és lábbilincsben vezetőszáron hozták a pécsi törvényszékre hétfőn. Beismeri-e a bűnösségét a vád tárgyává tett bűncselekményben, lemond-e a tárgyaláshoz való jogáról? Nem. Vallomást kíván-e az ügyben tenni? Nem. Foglaljon helyet. Egyikőjük sem ismerte be bűnösségét az úgynevezett előkészítő ülésen. Ennek lényege, hogy az ügyészség javaslatot tesz a büntetési tételre. Ebben az ügyben beismerés esetén az elsőrendű vádlott anya 13 év, a másodrendű vádlott élettárs és apa 10 év fegyházbüntetést kapott volna közös gyermekük megüléséért. Ezt a lehetőséget szalasztották el. A férfi védője szerint nem működött közre védence a kisfiú halálával járó eseményekben. Az elsőrendű vádlott 20 óra körül időpontban hazaérkezik, majd a házban elmegy a sértett kiságyához. A sértettet bántalmazza, majd ezt követően az elsőrendű vádlott kiemeli a sértettet a kiságyból, és földhöz vágja a sértettet úgy, hogy a sértett a fejét beleri a padlóba. Ez utóbbi cselekmény, tehát így a sértettnek a földhöz vágása volt az a cselekmény, amely a sértett halálához vezető jogfolyamatot megindította. Az elsőrendű vádlott által megvalósított cselekmény közben védencem a másik három gyermekkel a ház másik szobájában volt. A nő előző kapcsolatából származott a három gyermek, akiket közösen neveltek. Az ügyvéd szerint a férfi nem is láthatta a bántalmazást, így azt sem tudhatta, milyen súlyos sérülés érhette. A nő azt mondta, a kiságyból esett ki, és egy kicsit megütötte a fejét, ezért nem hívott mentőt. Végül egy velük élő ismerős tette ezt meg másnap, de a kisfiút már nem lehetett megmenteni. Mivel az előkészítő ülés nem volt sikeres, elindul az ügy tárgyalása. Mivel 14 év alatti gyermek a sértett, ezért minősített emberölésről van szó, amiért akár életfogytig tartó börtönbüntetést is kiszabhatnak. Augusztus végén lezárult a balatoni hajózási főszezon. Nyár végéig a Balatoni Hajózási ZRT kompjai 1.229.000, a személyhajók pedig 791.000 utas szállítottak. Így idén a Bahart a tavalyhoz képest már 2 hónappal korábban, augusztus végére elérte a 2 milliós utasszámot, ezzel pedig újabb rekordszezon tudhat maga mögött. Egymást váltották az autók, motorok, kerékpárok és a gyalogosok is a szántód révben egész nyáron. A nagy hőség sem tántorította el az utasokat a Balatonnál. A nagy forgalom pedig újabb rekordot generált. 200 ezerrel több utasunk volt az idei évben, mint a tavalyi hasonló időszakában, egy 10%-os utasforgalmi többletről beszélünk. Gyakorlatilag elértük a 2 millió utast már augusztus végén, ami a tavalyi évben, októberben sikerült, 2019-ben, a másik csúcsévben pedig csak az év legvégén. A kompok, a személyhajók és a menetrend szerinti hajók is népszerűek voltak a Balatonon. A nyári szezonban minden negyedik jegyvásárló már online vagy a kikötőben elhelyezett automatákon keresztül vásárolta meg jegyét.
60 ezerrel több utasunk volt a kompokon, és több mint 130 ezerrel több a személyhajókon. Az látszik, hogy nagyon népszerűek az új hajók, hiszen a személyhajók között is a dobogó első, illetve harmadik helyen a két új katamarán végzett, és ugyanez a helyzet az új kompokon, nagyon keresik az utasok ezeket a hajókat, ezeket az útvonalakat, de rajtuk kívül egyébként a sétahajózás, a Fonyód-Badacsonyi útvonal, vagy éppen a gyerekprogramok is rendkívül népszerűek voltak, és jelentősen növekedtek az előző évhez képest. Ősszel sem áll le a hajózás a Balatonon, hiszen a hegyben lakókat és a turistákat továbbra is várják a sétahajók, valamint a főbb útvonalakon közlekedő menetrend szerinti hajók. A társaság programhajókkal is várja a vendégeket, emellett a kompok is tovább közlekednek a két part között. A kiemelt útvonalakon a nagyobb kikötőkben folyamatosan most még hétköznap is közlekedünk, ezt a későbbiekben majd egy hétvégi menetrend fogja felváltani. Nagyon sok lesz a települési program, ezekre is rá fogunk csatlakozni, illetve ilyenkor ősszel a különböző egyedi programok, a különböző hajós rendezvények kerülnek még előtérbe, és természetesen a kerékpáros turizmus is, hiszen több mint 150 ezer kerékpárt szállítunk el minden évben. A Szántódrév és Tihanyrév közötti kompjáratok szeptemberben is sűrített menetrenddel járnak. Reggel 7 óra és este 21 óra 15 perc között fél óránként indulnak. Veterán autókat, motorokat is megcsodálhattak a hétvégi falunapon a Balatonszabadiak. A Bogarasok baráti köre már második alkalommal örvendeztette meg az érdeklődőket az autó- és motorvilág egykori csodáinak felvonultatásával. Közel 50 veterán autó és motor mutatkozott be Balatonszabadiban a hétvégén. Az esemény szervezője a Bogaras baráti kör, amely egy éve alakult a településen. A baráti társaságban közös, hogy mindannyian rendelkeznek legalább egy ilyen klasszikus darabbal, noha nem mindenki ezzel a típussal kezdte a gyűjtést. Ez a busz volt itt mögöttem a szerelemmel, rá 20 évig vártam, és ezt megpróbáltam átadni a családomra is egy kicsit, átragasztani, meg is történt. A 10 éves kislányomnak a hátad mögött lévő piros bogarat vettük 10 éves fordulójára, és hát megmondom, hogy mindenki hülyének nézett, hogy egy 10 éves gyereknek én bogarat veszek, de aztán mi is beleszerettünk. Megpróbáltam sok bogarat, és azt mondtam, hogy nekünk kell ez, és rózsaszín nem találtunk, mert az volt a minden vágy, piros lett. A veterán autó és motor tulajdonosok számára fontos, hogy az esetenként lerobbant vagy kiselejtezett darabokat ők maguk újíthassák fel. Nekem fontos az, hogy szerelhessem, hogy ha minden hétvégén alatta kell feküdnöm, nekem az se gond. Megcsinálom, mert annál nagyobb öröm nincs, amikor megcsinálod, jó, és mész, és csak lobog a hajad, tényleg, szó szerint teljesen jó. Akkor ez egyfajta ilyen szabadság életérzés? Ez így van. Be kell ülni, menni, és az embert magába ragadja. Itt nagyon sok olyan kollégám van, aki egyébként motorozik, és azt mondják, hogy a motorozás a szabadság világa, és vett egy bogarat, és azt mondta, hogy figyelj, ugyanaz, mint a motor, teljesen más. Az ő párja azt mondta, hogy ő soha nem fog beleülni, most már vezeti, most már szereti, most már megy vele. A hétvégén a hagyományos falunaphoz kapcsolódott plusz rendezvényként a veterán autó és motor találkozó. Tavaly évben már kipróbáltuk, hogy mennyire nyitottak az emberek arra, hogyha egy kis újdonságot kapcsolunk hozzá a falunapi rendezvényünkhöz. Hagyományosan minden évben szeptember első szombatján tartjuk. Hála Istennek egyre nagyobb a látogatottsága a rendezvénynek. A tavalyi évben sokkal-sokkal kevesebb veterán autó volt kint, de már akkor is csillogó szemmel jöttek az emberek és nézegették az autókat. Így most a szervezők meghirdették ezt egy kicsit szélesebb körben, és hát ahogy látjuk is, rengeteg autó, motor érkezett az oldtimerektől, az amerikai típusokon keresztül, a kétkerekűig, és rengeteg látogatót is vonz. A falunapon egésznapos kirakodóvásárral, gyerekprogramokkal, főzőversennyel várták az érdeklődőket, míg a veterán autók és motorok közül megválasztották a legszebbet is. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Szekszárdi szüreti napok szeptember 19-e és 22-e között várják a látogatókat. Csendőri veszedelem, a lengyeli cigány áldozatokra emlékeztek. Szekszárdi ügyvédi kamara elnökségi ülése, Tuzson Bence és Havasi Dezső is elfogadták a meghívást. Béketúra, 41. alkalommal tartottak falunapot Felsőnálnál. Szerdán az ország túlnyomó részén nyugodt időjárás, napsütés várható, csapadék nélkül. A szél országszerte legyengül. A hőmérséklet a napos tájakon kellemesen enyhe tartományba emelkedik.
Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!